Cornelius Goertz nevű német tiszteletbeli konzul, aki az első világháború után elhatározta, hogy ő magyar tiszteletbeli konzul szeretne lenni. Hogy tehette ezt meg? Felvette a magyar állampolgárságot. Pintér István miniszteri biztos mutatta be a Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak című kiállítást a meghívott vendégeknek, érdeklődőknek. A tárlat megnyitóján több ország tiszteletbeli konzulja is részt vett. Keszthelyen él és dolgozik Csébi Géza, aki származása révén a lengyel állampolgároknak segít, ha szükséges. Amit az ember elhatároz, mint tiszteletbeli konzul, azért azt előbb vagy utóbb véghez tudja vinni. Itt nagyon elsősorban nem a saját érdekeinkről van szó, hanem azokról a külföldieknek az érdekeiről, akik Magyarországra érkeznek, vagy éppenséggel itt találták magukat, és valamilyen gondjuk, problémájuk van. Csébi Géza a megnyitón elhangzott beszédében utalt arra, hogy különleges hónapban látható a kiállítás, mivel az 56-os forradalom szorosan kapcsolódik a lengyel történelemhez is. Az ünnepségen részt vett Finnország tiszteletbeli konzulja is, aki úgy véli, a munkájukra egyre nagyobb szükség van napjainkban. Azzal, hogy minket kineveztek, és egy bizonyos procedúrán keresztül mentünk, és egy bizonyos protokoll az, amivel mi el tudjuk érni ezt a tisztséget, ez az emberekben egy nagyobb nyitottságot eredményez, úgyhogy ez szerintem rendkívül fontos. És bármelyik országról beszélünk, tehát hogyha ha kint is vagyunk, hogyha Magyarországra érkeznek hozzánk külföldiek, akkor is már eleve az ember érzi azt, hogy nyitottak, és egy picit nagyobb bizalommal fordulnak felénk. A civil diplomáciának évezredes hagyományai vannak. Az utazókat, kereskedőket ellenszolgáltatás nélkül segítő önkéntesek időben jóval megelőzték az uralkodók által küldött követeket is. A tengeri kereskedelem fejlődésével főként a kikötővárosokban jelentek meg az ingyenes jogsegélyt és az utazási tanácsadást nyújtó, üzleti kapcsolatokat is segítő személyek, akiket ma tiszteletbeli konzuloknak nevezünk. Jelen pillanatban is az minden országnak az érdeke, hogy minél több tiszteletbeli konzult küldjenek és fogadjanak a területeken, mert így egy olyan civil diplomáciai network, egy olyan hálózat épül ki, amelyik ellen tud állni a globalizációnak. Legutóbb azt láttuk, hogy a pandémia idején is a civil konzulok rengeteget segítettek, hogy a kintreket, a magyar állampolgárokat hazahozzák. A Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak című kiállítás október 20-áig tekinthető meg a színházban.